Ja, itt láthatjuk a kedvenc szóviccemet a Toshibával. Bizonyán, figyeljetek, ez most fos hiba. Kill yourself. Benkei Panna, nekem az osztálytársam azt mondta, hogy az iPhone szar. Megkérdeztem, hogy miért? Azt mondta, hogy hát mert szar. Gratulok ezeknek az embereknek. Panna, azt kell, hogy mondjam, hogy átérzem a helyzetet, én is körül vagyok velük véve, sőt, mi több, a többségük kommentel és a videóim alá. Szóval, ha csak végignézel magad körül ott a komment szekcióban, szerintem látsz néhány érdekes embert, ne nézeges sokáig, mert maradandó agyi károsodást okoznak. Majd jön a kedvencem, Újvárosi Jenő. Figyelem, nem szar, a videó szar. Az iPhone csak drága, ahhoz képest, amit tud. Jó, itt egy nagyon veszélyes dolgba csöppenünk bele, amikor ugye megint elkezdjük feszegetni, hogy valami nagyon drága, ahhoz képest, mint amihez képest, tudom én. Mint ahogy mondtam, mostantól nem beszélünk Samsungról, Isten óvja, beszélünk Pixelről. A Google Pixel ára megegyezik az iPhone 7-nek az árával. Most ezt azért mondtam el így első előrelátónak, mert mondom, hogy igen, a telefonok drágák. Ahhoz képest, amit tudnak, na most ez személyes preferencia. Ha te a telefont annyira használod, hogy felhívod anyukádat, hogy otthon van-e meg, hogy készíted már a húslevest, akkor valóban teljesen fölösleges több százezer forintot kidobni egy telefonra. Viszont, hogyha te egy kemény felhasználója vagy a telefonnak, esetleg profitálni is akarsz belőle, esetleg egy nagy fotós vagy videókat szeretsz nagyon felvenni, de nem akarsz magaddal vinni egy DSLR-t, hanem valami jó minőségű kamerát szeretnél. Tudom, volt az a komment, ami írta, hogy tök mindegy, hogy meddig fejlődnek a telefonok, sose fognak olyan képet csinálni, mint egy DSLR, amelyiket egy hülyeség. De nem is ez fogott meg ebben a kommentben, hanem az, hogy ugye, hogy mert hogy az iPhone szar, erről írja, nem az, a videó szar. Most ebből nekem az jön, hogy az én videóm szar, és köszönöm szépen, tehát és hogy sikerült berakni az iOS 10 bétát érdekelne? A válaszom pedig, hogy Google a barátod. Ezt nagyon sokan megkaptatok egyiket válasznak, hogy Google a barátod. Ezt nagyon sokan megkaptatok válasznak, hogy Google a barátod, nem véletlenül. Ugyanis én rühellek nektek googlezni, illetve szépen hosszan leírni, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ezt már biztosan megtette rajtam kívül tök sok ember az interneten, és mit ad Isten, a Google ki is hozza őket, szóval tiétek a verseny. Az iPhone csak 2 mag meg 1 GB RAM, már bocs, de kurva drága, plusz 1,8 GHz, ez így szar, bocs, de így van. Most erre a Mikinek a reakciója zseniális volt. Így szar, bocs, de így van, tehát így clarifyolja nekünk, hogy bocs, de azért tudom, tehát... Ez egy tény. Ez tény. Igen. Oké, okay, eddig nincs is gond, tehát így jól van. Ez tény, tudod, hát ez egy szar. És tudod, miért veszik az emberek? Birkák, mert fos a videó. Alapjában véve pedig nem értem, hogy miért kell még mindig rugózni a hardveren, amikor erre már annyi mindent beszéltünk. Erre lesz még egy videó. Én komolyan mondom, erre lesz egy videó. Ezt most ide fölírom. Nem tudom, mi ez a papír, amire ráírtam. Erre pont nem kellett volna. Persze kaptam a tapsot, tehát... Aztán ő a tapsomra... Mivel reagál? Mi van? Csak igazat mondok. Mi van? Csak igazat mondok. Ja, igen. Mi van, fáj az igazság? Mi van? Nem tudsz érvelni? Következő kommentelünk Julius Lux Atsquilone Liter Atus Norbu Larmae Anonym Gamer. Ez azért, mert nekem válaszol, csak nem látszik az előző. Nem vagyok materialista, és nem is mondom, hogy előállítási költségen adja a nyomorót, hanem hogyha valami 200 forintba kerül, ne 200 ezerért akarja adni a szarját, hogy gyémánt berakásos medence legyen a limuzinjába is. Így érted? Vagy még jobban fogalmazzam át, hogy megkitósnak is érthető legyen. A megkitósnak. Én, hogy őszinte legyek, én, ha jól emlékszem, akkor igen, itt van a válasz, kommentem is. Ugye ő azt állítja, hogy 200 forintért állítják elő a mai okostelefonokat, és 200 ezreket kérnek el, érted? Na most nem. A telefonokat általában ilyen 60-70 ezer forintért állítják elő, amik ugye ezek a drágább telefonok, nyilván olcsóbban azt, ami ennél olcsóbb, tehát értitek, hogy működik. Olyan 60 ezer forint az ellátási költsége mondjuk egy iPhone-nak. Igen, a telefon továbbra is 200 ezer forint, ami ez egy huge gap, tehát azért az eléggé nagy távolság a két ár között. Viszont azt be kell ismerni, hogy a telefon legyártása és eladása az nem úgy működik, hogy akkor most itt leülnek egy asztalnál, csináljunk telefont, és így fogják a alapanyagokat, a
konkrétan a fémet, meg az üveget, hogy bedobálják egy tányérba, és így kiszedik belőle a telefon, és aztán az eladják. Ez nem így működik. Azokat a gyártósorokat ki kell fizetni, munkásokat kell fizetni, akik dolgoznak, a fejlesztést ki kell fizetni, a marketinget ki kell fizetni, annyi dolgot kell fizetni, hogy te azt el nem tudod képzelni. Emellett igazad van, még mindig sok pénzt kapnak, mivel még mindig nagyon nagy a nyereség a telefonon, viszont közel sem olyan tragikus, mint hogy kiakadjál rajta. Ha belegondolsz, egy Mercedes autónak az előállítási költsége sem kerül 10 millióba, és mégis annyiba kerül. Jó, és most mondhatod, hogy az hülye, aki Mercit vesz, rohadjatok el most már tényleg, mert hiába hozok fel példát, akkor én vagyok a bullshit megint, tehát hagyjatok be. XX Dragonbone 01XX és még egyszer, please jeliz Skype-on, nevem Dark Zero, nagyon sürgős. What? Osz, mi olyan nagyon sürgős? Tehát írd le, mit akarsz, és akkor sem fogod bejelenni Skype-on, max írok egy e-mailt, hogy mit kell csinálni, de ez nem így működik, tehát miért nekem kell kitalálnom, hogy mi a baj? Írjátok le! Válasz az én zseniális, zseniális érvelésemre. Julius, ezt jól látod, tényleg nem vagyok hajlandó elfogadni ezt, mert kamu, hogy ennyi legyártani, eleve USB, hobby valuta. Na most csak azért szólsz le engem, mert hajlandó voltam odaírni az angol cikkben szereplő amerikai dollár valutában az értéket majd én gonosz módon átkonvertálni magyar forintra, amire egyébként nem is raktam rá jó szívvel a 27%-os vámadó cuccost, amikor behozzák az országra, rohadtul bocsáss meg, és még itt le vagyok azzal szólva, mi az, hogy hobby valuta? Légy szíves! Több hamis van forgalomban, mint eredeti. Na ez meg tényleg a bullshitnak a legtetéje. Miki? Mi az, hogy több hamis van, mint eredeti? Na azért ezt azért. Ez egy elég erős túlkapás volt. Hát, mi a szarom? Ez hol? De ez ugyanolyan, semmi kontext az előzőhöz. Jó, hogy oda nem mondtad, és harambét meg lelőtték. Hát, basszus, dögöljek már meg. És akkor jön a kedvencem, egy ilyen veszekedésnek a végére odaszúr egy olyat, hogy az iPhone egy hány másodperces csúszással streamel live videót? Szép estét. What? Azon kívül, hogy az iPhone-t egyébként nagyon, nagyon kreatívan magyarosan írtad, ezért props jár, tényleg megkaptad a nap csökövénye címet. Hol van bármi köze ahhoz, hogy az iPhone 7 előállítási költsége 60.000 forint? Hol van ehhez képest az, hogy az iPhone 1 live videót hogyan streamel? Még mi az, hogy hány másodperces delay-jel? Ez nem az interneteden, meg az adott szoftveren, meg a streamen múlik? Mármint nem vágom, tehát fel kéne nőnöm most már ezekhez a kérdésekhez, mert tényleg nem tudok mit kezdeni velük. És akkor én kérek elnézést, a fonetizálás meg csak mérhetetlen Apple-fóbia. Gyerekek, azt a szót, hogy Apple-fóbia, konkrétan az első két percben megpróbáltam rájönni, hogy ez milyen ilyen etimologika, vagy nem tudom, milyen ilyen tudományos szó, és utána így szépen lassan elolvastam, epülfóbia. Ne tudjátok meg az arcomnak azt a rohadt élet, majdnem fölrobbant az agyam. Na, az epülfóbia elére egyébként megérdemled a nap csökövénye jelvényt, te is. Vagy te voltál az előbb is? Te voltál az előbb is, hülye vagyok, akkor kettőt kapsz. Amikor bekapcsolódik, ott alul az értesítősávban alapból ott van az Internet Explorer pont. Ha a gépet csatlakoztatom Wi-Fi-hez, akkor megy? Kérdőjel. Hogy utána valami értelmesebb böngészőt is lehessen tölteni? Pont. Amúgy meg az alap alkalmazások? Kérdőjel. Például számítógép, Google Chrome, meg ilyen-olyan alap cuccok? Pont. Azok honnan elérhetőek? Kérdőjel. Laptoppal amúgy működik? Kérdőjel. Válaszát előre is köszöni, Richard. Na most problémám a következő. Értelmezzük úgy a kommentet, ahogy én tettem legelőször, buta fejjel. Bekapcsolódik az Internet Explorer. Ez egy tény, ezzel nem foglalkozunk. Ha a gépet csatlakoztatom Wi-Fi-hez, akkor is megy. Az a kérdés, hogy megy-e a gép, ha csatlakoztatod Wi-Fi-hez? Hát valószínűleg megy. Ha a Wi-Fi nélkül megy, akkor Wi-Fi-vel is. Logikusan az Internet Explorer működik-e Wi-Fi-vel? Igen, megy, miért nem menne? Mi a hülye kérdés ez már? Hogy utána valami értelmesen böngészőt lehessen letölteni, pont. Kijelentő mondat, nem foglalkozunk vele. Amúgy meg alapalkalmazások, például számítógép, Google Chrome, meg ilyen olyan cuccok, honnan elérhetek? Most a számítógép, azt tudtommal, az a számítógéped. Ha te most konkrétan a saját gép ikonra gondolsz az asztalon,
hát az úgy általában a gépeden rajta van, tehát azt, hogy kirakott parancsikonnak ügyesen, mint egy értelmes ember. A Google Chrome-ot pedig letöltött internetről, Google a barátod. Laptop amúgy működik. Ez a Windows újratelepítős videó alatt van egyébként ez a komment. Laptopot lehet-e vele újratelepíteni? Nem. Nem lehet. És megélem erőt a kamera, hát beszarok. Ebbe a videóba ennyi fért bele, köszönöm szépen, hogy megtekintetted, amiben tetszett, nyomj rá egy lájkot, hamarosan érkezik a következő rész. És amennyiben bármiféle kérdésed lenne ilyen kis Q&A-szerűen, nyugodtan írj a kommentekbe, hogy majd egy későbbi epizódban a kérdésed megválaszolásra kerüljön. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót még egyszer, és következő videónál újra találkozunk, addig is legyetek jók, és sziasztok!